Nagyon régóta tervezett, nagyon régóta várt program, amely a mai nappal elindul, és itt tudunk erről számot adni közösen. Ezért öröm számunkra, hogy itt most együtt vagyunk. Ez a program pedig ugye a Baba Csomag. Mintegy 26 ezer hátrányos helyzetben élő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő édesanya kapja meg a Baba Csomagot. A program a Cibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár jelentette be Ófehértón 2,1 milliárd forinttal rendelkezésre. A csomagban 20 ezer forint értékű tartós fogyasztási cikket kapnak a rászorulók. Kakaró, talán az előke, ez az előke. Ez egyébként egy keddi előke, aztán van benne fejlesztőjátékok, ugye fakocka, nagyon fogok játszani. Ezek mellett digitális hőmérőt, orrszívót és több olyan eszközt kaptak a családok, amely a kisgyermek ellátásához szükséges. A szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár azt mondta, a csomag, amíg meg nem született gyermekeknek is jár, és 2020-ig évente egyszer megkapják a családok. Ugyanazok a családok kapják, akik a december óta országosan az élelmiszercsomagot is, tehát a 3 évnél kisebb gyermeket nevelő, hátrányos helyzetű édesanyák, és a már várandós édesanyák, akik szintén hátrányos helyzetűek, országosan körülbelül 26 ezer édesanyáról van szó, és ha összeadjuk a havi csomag értékét, amely az élelmiszer tartalmazza, és ennek a Baba Csomagnak az értékét, akkor azt lehet látni, hogy a leghátrányosabb helyzetű családok éves szinten egy közel 150 ezer forintos élelmiszert és tartós fogyasztási cikkeket tartalmazó segítséget kapnak. Az államtitkár hozzátette, a kormány az elmúlt években számos intézkedéssel és eszközzel segítette ezeket a családokat. Ilyen volt a 3 éves kortól kötelező óvodáztatást bevezetése, az ingyenes étkeztetés rendszerének folyamatos fejlesztése, a szünidei gyermekétkeztetés elindítása, az ingyenes tankönyv biztosítása az iskola első 9 év folyamában, valamint a tanodák és a biztos kezdett gyerekházak országos hálózatának folyamatos bővítése, utóbbi a térségben kiemelt jelentőséggel bír. Még mielőtt megszületik, már gyakorlatilag az anyapociában a kismama felmehet, megtanulhatja, azokat a szocializációs hiányokat bepótolhatja, ami egy anyasági felkészülésével jár. Aztán megszületik a gyerek, akkor a gyerek bármely az első pillanattól kezdve 3 éves korig feljárhatnak, közösségbe tanulhatnak, szocializációs folyamaton egészen más. És vannak már statisztikai adatok arra nézve, hogy az itt kiegészítő szolgáltatást kapó gyerekek és családoknak sokkal jobbak az élet lehetőségei, hiszen más perspektívát is látnak, más dimenzióból is rá tudnak nézni azokra a társadalmi feladatokra, feszültségekre, amelyben esetleg ők érnek. 47 biztos kezdett gyerekház működött még néhány év az országban, ez már a 112-re bővült, ebben az évben pedig további 130 ilyen intézmény kezdi meg működését.